Hogy pedig eljutottak arra a helyre, melyet Isten néki mondott, megépítette ott Ábrám az oltárt, reárakta a fát, és megkötözte Izsákot az ő fiát, és feltette az oltárra a farakás tetejére. És kinyújtotta Ábrám az ő kezét, és vette a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiáltott néki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrám, Ábrám, ő pedig felelt, imhol vagyok. És mondta, ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én érettem. És felemelte Ábrám az ő szemeit, és látta, hogy íme háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda ment tehát Ábrahám, és elhozta a kost, és azt áldozta meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezte Ábrahám annak a helynek nevét Jehova Jírének. Azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés. Mózes első könyve 22. fejezetéből a 9-től a 14. versekig idéztem fel ennek a rendkívül feszültségteljes mozzanatnak az utolsó részét, amit így nevezünk, hogy az Ábrahám fia Izsák megáldozásának története. Mikor derült ki, hogy Ábrahám milyen jellemű ember? Akkor, amikor hitt az Istennek és elhagyta Mezopotámiát? Akkor, amikor oltárokat emelt Kánaán földjén? Akkor, amikor bizonyságot tesztett, hogy az ő egyetlen egy Istenben hisz, aki az ősei földjéről kiszólította őt? Akkor, amikor megvendégelte a három vándort? Akkor, amikor lemondott arról, hogy neki jusson a gazdagabb legelő területek, Ábrahámnak csodálatos jelleme volt, se szeri, se száma a pozitív jellemvonásoknak. Na de ugyanez az Ábrahám nem kérte ki Isten tanácsát, amikor Egyiptom földjére ment, és majdnem ott vesztette feleségét, Sárát, a fáraó megkívánta őt, és el akarta venni tőle. Ez az Ábrahám hallgatott a felesége szavára, amikor Isten megpróbálta őt, Isten megígérte, hogy gyermeke lesz, és 75 éves korától 100 éves koráig várakoztatta erre a gyermekre, és közben Ábrahám belefáradt a várakozásba, és a felesége tanácsára maga mellé vette Hágárt, az egyiptomi szolgáló lányát, és őtőle nemzette Ismáelt, az arab népek ősét. Hát akkor ki volt ez az Ábrahám, aki Isten tanácsát nem kérte ki, Isten ígérete ellenére mástól nemzett gyermeket, és aki feleségével, Sárával együtt a 24. évben, a várakoztatás 24. évében megjelenő angyalt is kinevette, az isteni küldöttet kinevette? Hát akkor ki volt ez az Ábrahám? Ábrahám áldozatának története ebből a szempontból értendő. Isten azért rendelt el ilyen súlyos megpróbáltatást, hogy világossá legyen, hogy mi lakozik Ábrahámmal, kivel, mivel azonosul Ábrahám. És ennek a történetnek a végén láthatjuk, hogy Ábrahám Istennel azonosult, még akkor is, amikor Isten valami emberileg érthetetlen, és egyébként is érthetetlen dolgot kért őtőle, akkor is Istenhez ragaszkodott, mint később Jób mondja, ha megölne is engem, akkor is benne bízom én. Itt Ábrahám legfeljebb azt mondta, ha megölné a gyermekemet, a saját kezemmel ölné meg a gyermekemet, de az, aki ezt parancsolta, biztos az áldozatot vissza is adná. Hogy Pál apostol mondja a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, Ábrahám úgy gondolkozott már a három nap során, amikor ment lakhelyétől Mória hegye felé, hogy ő meghozza ezt az áldozatot, abban a hitben, hogy az az Isten, aki visszakéri ezt a sokat ígért gyermeket, 25 évig várakoztattál, Istenem, hogy megadjad ezt a gyermeket, és most visszakéred, de akkor csak egyetlen egy megoldás lehet, hogy vissza is fogod adni.
Igen, minden igaz jellem a tiszta gondolkozásból, az Istenbe kapaszkodó, a hitbeli gondolkozásból ered, és Ábrahám történetét nem értheti meg más, csak aki ezt végig gondolja, vagyis Ábrahám egész életét, amelynek a tetőpontján ott ragyog Ábrahám jelleme, hogy kivel és mivel is azonosult Ábrahám, kinek és minek is volt kész engedelmeskedni. Mi talán nem jutunk ilyen helyzetbe, de ugyanaz a kérdés vetődik fel mindannyiunk számára, és minden nap, kivel azonosulunk, minek is engedelmeskedünk.